Az alábbiakban szeretném bemutatni a Pusztai Gabriella által szerkesztett Nevelésszociológia elméletek, közösségek, kontextusok című könyv egy fejezetét részletesebben. A 15 szerző által frissen írott könyv mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalmak tekintetében átfogó képet ad az olvasónak a címben szereplő témákat tekintve. Mi a következő néhány percben az időfelhasználás mintázatai című fejezetet foglaljuk össze. A tanulótársadalomban az időbeosztást tekintve jelentős különbségek tapasztalhatók. Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogy milyen tényezők határozzák meg az egyén időfelhasználását. Hogyan sajátítja el az időkezelést, milyen időfelhasználási mintázatok jellemzik a különböző életkori, nemenkénti, társadalmi csoportokat és a különböző régiók népességét. Az időkezelés tanulmányozása azért fontos, mert segítségével választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy miért jelent nagyobb kihívást bizonyos tanulói csoportoknak az iskolai időbeosztáshoz való alkalmazkodás. Ehhez azonban elsősorban szükség van arra, hogy az alábbi fogalmakat tisztázzuk, mint életmód, életstílus, szabadidő, kulturizmus, időmérlegvizsgálatok. Az életmód azoknak a tevékenységeknek a rendszere, amelyeket a szükségletek kielégítése érdekében végzünk. Ismétlődése révén egyfajta napi rutint jelent, amivel mind az egyes társadalmak, mind az egyes társadalmi csoportok jellemezhetők. Az életmód részét képezik a fiziológiai tevékenységek, a munkajellegű tevékenységek és a kötetlen tevékenységek is. Az életstílus az életmódtól szűkebb fogalom, ami azokat a tevékenységeket jelenti, amelyeket az adott személy szabadon választ meg. Míg az életmód szorosabban beágyazott az egyén szociokulturális hátterébe, az életstílus a személyiség jegyekkel és a habitussal áll inkább kapcsolatban, ugyanakkor a külső körülmények is meghatározzák. A szabadidő az életmódnak egy szelete, amelynek nem képezik részét a fiziológiai és a munkajellegű tevékenységek. Számos pozitív funkcióval bír. Mintázatai társadalmi csoportonként eltérnek. A szabadidő mennyisége a korábbi évekhez képest növekedett, ugyanakkor annak szubjektív érzete ezzel a pozitív változással nem feltétlenül mozog együtt. A kulturizmus az a nevelési gyakorlat, amelynek során a szülők a kulturális tőke minél korábbi és nagyobb volumenű átadását célozzák meg. Ez értelemszerűen alakítja a gyermekek időfelhasználását is. A középosztály és az értelmiségi nevelési gyakorlataiban jellemzőbb inkább. S utolsó fogalmunk az időmérlegvizsgálat. Ez tulajdonképpen a végzett tevékenységeknek kvantitatív kutatási technikája, melynek során a tevékenységek végzésének órában percben mért átlagát és a tevékenységet végzők százalékos arányait is vizsgálhatjuk. Alapvetően két típusa van, az emlékezésen alapuló és az úgynevezett real-time vizsgálatok. Magyarországon a KSH bonyolítja le az országos kutatásokat. Az életmódkutatások terminológiájában leggyakrabban használt fogalmak mind rendelkeznek olyan olvasattal, amelyek az időre vonatkoztatva is értelmezhetők. Eszerint az életmód a szükségletek kielégítése érdekében végzett tevékenységekhez fűződő időtartamokra világít rá, az életstílus pedig a szabadon választott tevékenységekre fókuszál. Az életminőség kategóriája az idő megélésével összefüggő szubjektív dimenzióban értelmezhető. A Bourdieu által használt habitus fogalom, amely a tevékenységek választása mögött meghúzódó attitűdökre és értékválasztásokra vonatkozik, szintén összefügghet az idő szociológiai jellegű kutatásával, hiszen egyrészt a preferált tevékenységek prioritását valószínűsíti, valamint az időfelhasználás szubjektív dimenziójára és értéktelítettségére adhat magyarázatot. Az életmódot Losonczy szerint a következő tényezők alakítják: a környezeti feltételek és adottságok, a szokás és a normarendszer,
a kulturális minták, valamint az egyes emberek személyiség struktúrája. Az ezen tényezők hatására kiformálódó életmódbeli jegyek egészen eltérő rajzokat produkálhatnak az egyes társadalmi csoportokon és kultúrkörökön belül. Az életmód kategóriája, amely a szükségletekhez igazodik, magában foglalja a végesség jelenségét, hiszen az emberi időkeretek nem bővíthetők. Bizonyos tevékenységek adottak az egyéni számára, azonban a napok hossza 24 órától tovább nem nyújtható. Ebből alúdik az életmód felüli megközelítés közgazdasági idő jellege, miszerint az idő véges erőforrás, amelyet jól kell felhasználnunk, beosztanunk, s amelynek a területén egyenlőtlenségek mutatkoznak meg. Az alábbiakban a szabadidőt nézzük meg. A szabadidő szférája a munkától és a létfenntartástól elkülönülő tevékenységeket ölel fel, amelyek a rekreációt, vagyis pihenést is szolgálják, s amelyet sok esetben kötöttségektől mentes területként jellemeznek. A szabadidő jelensége és fogalma az ipari társadalom produktuma. Azon változás miatt, hogy a munkahely és a lakóhely elvált egymástól, a munka pedig időben lehatárolt tevékenységgé vált, újfajta, a tradicionális társadalmaktól eltérő igények jelentek meg az emberek életében. A szabad idő tekinthető a munkától való menekülésnek, a munka szférájának hiányosságait pótló tevékenységeknek, az érzelmi alapokon választott aktivitási formának, vagy a munka okozta feszültség levezetésének egy formájának. Ezek az állítások azonban egyáltalán nem általánosítható, hiszen maga a szabadidő fogalma sem pontosan definiált. Kiemelésre érdemes terület a szabadidő mediatizációja, ami azt jelenti, hogy a szabadon választott tevékenységeknek egymástól jól elkülönülő szeleteit alkotják a különböző tömegkommunikációs eszközök. Ugyanakkor azt a tényt is érdemes figyelembe venni, hogy a világháló kontrollált használata a munkaidő, valamint a szolgáltatások időkereteinek rövidítésére is alkalmas. Felmerülhet a kérdés, hogy szabadon választott tevékenységeknek vagy kötöttségnek lehet-e nevezni a szabadidőt. A szabadidő a nevével ellentétben nem tekinthető a szabadon választott tevékenységek terepének, ezt sugallja a Friedman által megalkotott tipológia is, hiszen a szabadidőt a következő szférákra bontja: gazdasági szükségletekhez kötődő, társadalmi kötelezettségekhez kapcsolódó, családi kötelezettségekhez fűződő, valamint szórakozási és kulturális tevékenységek. Elias és Dranning felosztása rutin szabadidős tevékenységeket, például biológiai vagy háztartási rutin tevékenységek, önfejlesztéshez és örömszerzéshez kötődő szabadidős tevékenységeket, illetve szórakozási tevékenységeket különít el. Ezekből a felosztásokból is kitűnik, hogy a szabadidős tevékenységeknek csak egy kisebb része tekinthető ténylegesen az autonóm döntések és választások területének. Vajon a több idő több gondot is jelent? A szabadidő mennyiségének növekedése, amely az elmúlt bő 100 év egyértelmű jelensége, több okból kifolyólag is problémát okozhat az egyének életében. Az értékrendek, amelyek meghatározzák az időkezelési stratégiákat, annak racionális fogyasztását írják elő. A döntési szabadság ezen a területen megnőtt, de az egyre nagyobb tömbökben keletkező szabadidő elfogyasztására készforgatókönyvekkel az egyének sokkal kevésbé rendelkeznek. Ez eredményezi az egységú rekreációs stratégiák megvalósulását is. Friedman írja, hogy az emberek egy része töri magát, hogy időt nyerjen, azután nyugtalankodik, hogy agyonüthesse az időt, amit nyert. Nézzük meg az idő és az életmód viszonyát. Részben a belülről, illetve a kívülről irányított embertípusokról beszél, akik eltérő időfelfogással, tevékenységi körökkel, autonómiákkal és értékrendekkel jellemezhetők. A kívülről irányított típus tevékenységi struktúrája kötött, döntési joga csekély, legalább akkor energiával veti bele magát a szabadidős elfoglaltságaiba, mint a munkához kapcsolódó tevékenységekbe.
A kívülről vezérelt típus társas környezetének elismerését keresi, ez megmutatkozik például a státuszszimbólum értékű cselekvések végzésében. Lényeges sajátossága az így kialakuló életmódnak a munka és a szabadidő szférájának összemosódása. A belülről vezérelt ember ezektől a kívülről ránehezedő előírásoktól megszabadul, de a saját maga számára előírt életritmus talán még komolyabb erőfeszítéseket igényel, és alig hagy teret a szabadon választható tevékenységek számára. A belülről irányított embert a társadalmi struktúrában egy felfelé irányuló elmozdulási törekvés jellemzi. Ez a mobilitás azonban a tevékenységi körökre és az időfelhasználásra is rányomja a bélyegét. Még érdemes itt megemlíteni Webern értelmezését, aki improduktív életről, vagy más néven a produktivitástól mentes életről és dologtalanságról beszél. Az ő értelmezésében a dologtalanság az idő improduktív fogyasztása, amely nem azonos a tétlenséggel vagy a resztséggel. Szerinte a produktivitástól mentes tevékenységek gyakorlása státuszszimbólum értékű lehet, és bizonyos társadalmi körökben elengedhetetlen. Az improduktivitás Veblen szerint nem csak a tevékenység struktúrában, hanem az életmód és a kultúra más elemeiben is megfogható, így például az öltözködésben, a női szépségideálban, a nemi szerepekben vagy a berendezési tárgyakban. Az időfelhasználás társadalmi különbségei jól megragadhatók. Az egyes csoportokat elkülönítő egyedi jegyek és egyenlőtlenségek az eltérő időstruktúrában, a végzett tevékenységek rendszerében, időtartamaiban és időpontjaiban válnak megfoghatókká. Az utóbbi évtizedek időre vonatkozó szociológiai vizsgálatai kiemelik azt a tényt, hogy a társadalom alsóbb rétegeiben a munkacentrikus életforma és gondolkodás, tehát a munkaparadigma dominanciája hangsúlyosabban van jelen. Nyilvánvaló tény az egyes szabadidő szokásoknak a társadalmi hierarchiához kötött volta is, például extrém sportok, hangversenyek látogatása, stb. Ezek felmutatása erősítheti az identitásnak a státushoz kapcsolódó elemeit, illetve leképezi a tervezett társadalmi mobilitás irányát. A Riesman által megrajzolt menekülő fogyasztó egyik típusa esetében a szabadidő eltöltésének bizonyos módjai emelnek az ember rangján, vagy megerősítik a társadalmi hierarchia magasabb régióiban való elhelyezkedés tényét. Ilyen felfelé irányuló menekülésnek tekinthetők a művészeti tevékenységek, hangszerezzene, színjátszás, képzőművészet, ezek leginkább a korábbi évszázadok felső rétegeinek életmódját idézik. A lefelé irányuló menekülés esetében bizonyos szabadidős tevékenységek akár rangvonalúnak is tűnhetnek. Ezeknek a menekülési módoknak az igénye mind a belső késztetés, mind pedig a külvilág irányából megfogalmazódó elvárás hatására alakul ki. A társadalmi hierarchiában való elhelyezkedés fontos mutatója a kulturális tőke megléte és miensége is. Ennek átadása pedig időigényes feladat, aminek ráadásul komoly anyagi vonzata is lehet. Ezek a tevékenységek tehát nem tekinthetők improduktívnak, hiszen a kulturális tőkébe való beruházás bizonyos idő elteltével megtérül. Bourdieu tőke elméletében a javak felhalmozásához, legyenek azok akár a kulturális, akár a gazdasági, a társadalmi vagy a szimbolikus tőke részei, bizonyos mennyiségű idő szükséges. Mit is jelent az időkezelés szocializációja? Az időkezelésének elsajátítása a szocializáció során történik, és rögzülése hosszú folyamat eredménye. Mindez több szocializációs ágensen keresztül valósul meg. A család és az iskola alapvető szerepet kap ebben a tanulási folyamatban, de a média és a kortárs csoportok is részt vállalnak benne. Az időkezelésének elsajátítása mind szociális, mind pedig kognitív kompetenciákat követel meg a gyerekektől. Ezek rögzülése a társas környezetből átvett példákon, valamint közvetlen tapasztalatokon alapul. PH szerint a tér, az idő, a tárgyak, valamint az ezek mögött megbúvó okozati viszonyok összekapcsolása a gyermekkori fejlődés során fokozatosan történik meg. Ennek a folyamatnak a fázisai lépcsőzetesen épülnek egymásra.
Csupán a 7-9 éves gyermekeknél alakul ki annak a tudása, hogy más személyekhez és tárgyakhoz az időnek a saját magukra is érvényes rendjét kapcsolják. Komoly kihívásokat jelent például a család életritmusát kívülről befolyásoló szervezeti időkeret, amelynek alapjait sokszor a munkaerőpiac szabja meg. A gyermekek ezzel szemben saját igényeik szerint törekednek szükségleteik kielégítésére, miközben a szülők által végzett tevékenységek időben fixáltak, nem elmozdíthatók. Ha a szülők racionális időkezelése interiorizált, mindez már elvárásként fogalmazódhat meg akár a pár éves gyermekükkel szemben is. A szülők részéről sok esetben már egészen korán megjelenhet az az elvárás, hogy a pár éves kisgyermekek egymás mellett párhuzamos cselekvéseket végezzenek, miközben a szimultán aktivitások koordinálására irányuló képességeik még nem fejlődtek ki. Itt érdemes megemlíteni a kulturizmus jelenségét, melyről korábban volt szó. Maga a fogalom azt a nevelési módot jelenti, amelynek során a szülők a kulturális tőkéhez kapcsolódó ismeretek és készségek minél korábbi és minél teljesebb átadására törekednek. Ez a gyermekek tevékenység struktúrájába olyan elemeket épít bele, mint például a művészeti tevékenységek, a színjátszást vagy a kreativitást fejlesztő játékok. Jellemző tendencia, hogy ezeket a tevékenységeket egyre fiatalabb életkorokban építik bele a gyermekek napirendjébe, a kulturális tőke bizonyos elemeivel a gyerekek akár már megszületésük előtt is kapcsolatba kerülnek, legalábbis a szülők elképzelései szerint. A kulturizmus így értelemszerűen átszabja a gyermekek és a fiatalok időrendjét és időtudatát, eredményezheti a szabadon felhasználható órák és percek leszűkülését, ezáltal a kötött tevékenységek kibővülését, valamint a betáblázott időterek kiterjedését vagy megjelenését a korábban erre a célra nem használt napszakokban, például a délutáni külön órák esetén. A 20. századnak az egyik legfontosabb jellegzetessége, hogy az egyéni idő nagy részét intézmények és szervezetek struktúrálják, tehát előírják számunkra a megfelelő munkatempót, életritmust és a cselekedetek egymás utániságát. Ennek megvalósulása azonban ritkán történik totális formában. A formális rendszerek esetében az időfelhasználás összehangolása a működés alapvető feltétele, ez pedig egy szervezeti időbe kényszeríti bele az egyént. A szervezetbe való beilleszkedés elképzelhetetlen a szervezeti idő elsajátítása nélkül. A munkahelyek, a hivatalok és természetesen az iskolák is saját szervezeti idővel rendelkeznek, melynek elsajátítása hosszabb tanulási és akkulturációs folyamat eredménye. A szervezeti idő egyfajta külső kényszerként fogható fel, idegen időként, amelyhez az egyén hozzáigazítja az életmódját és aláveti annak személyes tevékenység struktúráját. A formális rendszerek legtöbbször merev időbeosztást, pontosságot, racionális időkezelést, valamint magas és lehetőleg állandó intenzitást követelnek. A szervezeti időre irányuló nevelés már a bölcsődékben és az óvodákban elkezdődik. Az iskola szabályrendszere pedig még nagyobb kihívást jelent, különösen az olyan családból származó fiatalok esetén, akiknek a családjától a racionális időkezelés jellegzetességei távolabb állnak. Az egyéni igények kielégítését a szervezeti keretek között a gyerekeknek vagy el kell halasztani, vagy pedig ezekről egyszerűen le kell mondani. Ezek az intézmények tehát kulcsfontosságú szerepet játszanak a racionális időkezelés belső vétételében. Most pedig az időmérés vizsgálatokról lesz szó. A társadalomtudományok területén nem számít új keletű igénynek az időfelhasználás mennyiségi vizsgálata, hiszen nem sokkal azután, hogy maga az időfogalma megjelenik a szociológiai és antropológiai elméletekben, már empirikus kutatások fókuszálnak erre a területre. Az időmérleg vizsgálatok tulajdonképpen az ember és az idő viszonyának a legmegragadhatóbb szeletét mérik fel, tehát a végzett tevékenységek hosszát, gyakoriságát, időpontját, esetleg ezek társas környezetét.
Az így kapott adatok rendkívül informatívak, igen szemléletesen jellemzik az adott társadalmak vagy társadalmi csoportok életmódját, valamint sok változó mentén mondhatók tovább, például nemek, iskolai végzettség, családi állapot, település, típus, stb. És a longitudinális elemzések számára is kiváló terepet biztosítanak. Akkor az időmérleg vizsgálatok készítése módszertani szempontból számtalan buktatót rejthet magában, a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok készítése pedig igen körülményes. Az időfelhasználással foglalkozó kutatások történetének minden bizonnyal az egyik legfontosabb csomópontja a Szalai vezette nemzetközi kutatócsoport összehasonlító vizsgálata a 70-es években, valamint egységesítette és pontosította annak módszertanát. A vizsgálat 12 országra terjedt ki. A kiválasztott városokban, körzetekben legalább 2000 fő került be véletlenszerűen a mintába. Az adatgyűjtés két technikával, az úgynevezett friss, illetve a napló jellegű interjú segítségével történt, amelynek során az előző nap eseményeit kellett felvázolni az első típus esetén emlékezetből, a második típus kapcsán pedig a megkérdezettek egy űrlapon vezették a napi tevékenységeiket, ezek elsődleges, illetve másodlagos jellegét, a színhelyeket és a társas környezetet. A friss interjú egyrészt abban az esetben került alkalmazásra, ha a mintába került személy írástudatlan, esetleg mozgáskorlátozott volt, vagy bármely más okból nem volt hajlandó a számára eljuttatott űrlapot használni, másrészt minden tizedik megkérdezettel előző napjukat is felidéztették ebben a formában. Napjainkban az időmérlegvizsgálatok számos típusa ismeretes, amelyek esetében a lekérdezési körülmények, a validitás, a reliabilitás és a kapott adatok jellege messze menően különbözik. Az eljárások közötti választás során az egyes technikát, előnyeit és hátrányait kell mérlegelni. A vizsgálatok egyik fő vonulatát a kérdőíves lekérdezések során megbecsült átlagos időtartamok jelentik, amelyeket leginkább egy hétre vonatkoztatva kérdeznek le, míg a másik fő csapás irányt a Szalai féle kutatás nyomvonalát követve a napló jellegű kutatások adják. Mind a két módszernek ismertek az előnyei és a hátrányai, a kérdőíves kutatás adatai gyorsan kinyerhetők, nagyobb mintán is használhatók, ugyanakkor a kapott eredmények csupán átlagokat jelentenek, valamint jóval nagyobb a torzítás esélye is. A szubjektív észlelés pedig egyrészt nem nyújt pontos adatokat, másrészt pedig a kapott adatok a társadalmi elvárásokat is gyakran tükrözik. Például az iskolázottabb szülők a gyermekeik esetében hajlamosabbak magasabb olvasási ráfordításokról vagy alacsonyabb televíziózási időtartamokról beszámolni, mint ami a reális érték. Most pedig nézzük, mit mondanak a nemzetközi vizsgálatok az időkezelésről. A felnőtt lakosság időmérlegének egyik legérdekesebb kérdésköre a munkaidő napi hosszára koncentrál. Az átlagos munkahét hossza az utóbbi másfél évszázadban jelentősen lecsökkent, ám ennek becsült üteme és mértéke eltér az egyes kutatásokban. Míg az 1950-es években az átlagos munkahét hossza az Egyesült Államokban 70,6 óra volt, ez az érték 1960-ban 37 órára csökkent. Az utóbbi évtizedekben tapasztalható trendek is a változásoknak ebbe az irányába illeszkednek. A munkaidő hosszát a németországi időmérleg vizsgálatok adatai alapján leginkább a nemek és a foglalkozási ágak differenciálják. Ugyanakkor meg kell említeni azt a tendenciát, amely azt jelzi, hogy a munkaidő csökkenése nem egyenletesen oszlik meg a különböző társadalmi csoportok esetében. 1997-ben a diplomások és a menedzserek 31%-a Németországban több mint 45 órát dolgozott egy héten. A kanadai General Social Survey 1998-as mintájában elkülönítettek egy magas, illetve egy alacsony jövedelmű csoportot. Az előbbi átlagos heti munkaideje 46, míg az utóbbi 40 óra volt. A házi munkára fordított időtartamok vizsgálata esetén a kutatások leginkább a nemek közötti egyenlőtlen megoszlást, valamint az iskolai végzettség differenciáló hatását szokták kiemelni.
Ez a tömb magában foglalja az ételkészítéssel, a lakás takarításával, valamint a gyermekneveléssel kapcsolatos teendőket, amelyek általában a nők vállára raknak nagyobb terheket. Különösen igaz ez a kijelentés a kereső foglalkozással rendelkező és több gyermekes édesanyákra. A gyermekgondozás területén hasonló differenciák figyelhetők meg. Mindez a nők esetében komoly leterheltséghez vezet, ugyanis ha a fizetett, a másodlagos és a házi munkák időtartamát összeadjuk, akkor az hetente átlagosan 6 órával több kötött időt eredményez. A gyermekeiket egyedül nevelő édesanyák helyzete az időbeosztás tekintetében még hátrányosabbnak tekinthető. Az időmérleg vizsgálatok során gyakran különítik el az úgynevezett családi időt, ami a gyermekekkel töltött szabadidőt és egyéb tevékenységi formákat foglalja magában. Klevmelken és Stepford szerint ennek mennyisége a 70-es évektől kezdődően emelkedett, és ezt a tendenciát a gyermekszámok csökkenése még inkább hangsúlyossá teszi. Erikson úgy vélekedik, hogy a családi élet az utóbbi időben maradék kategóriává vált, amit tetszés szerint lehet feltölteni vagy kiüríteni a felnőttek igényei szerint, miközben a családi idő nagy részét a gyermekekkel kapcsolatos logisztikai döntések képezik. A szabadidő mennyiségével foglalkozó kutatások egybehangzóan állítják, hogy az utóbbi évtizedekben a szabadidő mennyisége emelkedő tendenciát mutatott, a korábbi évszázadokhoz viszonyítva példátlan mértékben, és naponta átlagban 4-5 órára növekedett. Egy kanadai vizsgálatban a jövedelmi helyzet két szélső pólusán elhelyezkedő alminta között napi összesítésben 40 perces differencia található a szegényebb csoport javára. A rendelkezésre álló időkeretek felhasználása a kedvező státuszú csoportokban ugyanakkor változatosabban és magasabb aktivitási fokon történik meg. A szabadidő talán a legjelentősebb tömbjét a televíziózás teszi ki, ennek időtartama egy átlagos amerikai felnőtt esetében jelenleg 4,5 órára becsülhető. Most pedig evezzünk hazai vizekre.
Magyarországon több mint fél évszázada állnak a szakemberek rendelkezésére a különböző időmérleg vizsgálatok adatai. Ennek első eleme a már említett Szalai Sándor féle kutatócsoport munkáját megelőző 1963-ban készített kutatás. Ezt követően 1976-77-ben, 86-87-ben, 93-ban, 99-2000-ben, legutóbb pedig 2009-10-ben került sor átfogó vizsgálatokra. Ezekről részletesebben lehet olvasni a könyvben. Amit még itt kiemelnék, az a háztartási és a család ellátásával kapcsolatos munkák esetén végzett vizsgálatok. Az utóbbi két időmérleg vizsgálat esetén csekély mértékű csökkenés volt megfigyelhető, ez 4%-os. 1986-87-ben átlagosan 177, míg az 1999-2000-es vizsgálat esetében 170 percet tettek ki ezek a tevékenységek. Napi szinten. Az 1986-87-es, valamint az 99-2000-es vizsgálatok a szabadidő mennyiségére fókuszálva pozitív változásokat mutattak. Az utóbbi 2-3 évtizedben ugyanis az ide sorolható tevékenységek időráfordításai jelentősen megemelkedtek 230 percről 280 percre, és ez a tendencia még a foglalkoztatottak esetében is 14%-os volt. A 2009-10-es felvétel adatai alapján a szabadidő növekedése megállt, s napi átlagban 4,5 óra körül stagnált az utóbbi 10 évben. A nyugati és a magyar adatokat összevetve megállapítható, hogy az a szabadidős deficit, amely a korábbi évtizedekben jellemezte a magyar lakosságot, mennyiségi szempontból eltűnni látszik. És végéhez érkeztünk az előadásnak, a könyv maga számos izgalmat rejt még magában. Érdemes felfedezni, olvasgatni, az alábbiakban pedig láthatjuk a hivatkozott irodalmak listáját, illetve az ajánlott szakirodalmakat, amelyeket szintén érdemes böngészgetni. Köszönjük szépen!